Reggel óta folyamatosan takarítják a Dunakapu teret, idén korábban indult a munka a jó idő beköszöntével, és ezúttal a téren kezdett a Győrszól. A belvárosi terek tisztítása kiemelt feladat, hiszen központi helyről van szó, ráadásul közeledik a turista és fesztivál szezon is. A város üzemeltetést felügyelő alpolgármester szerint napokon belül a győriek is szembesülhetnek a munkák eredményeivel. Most elindult a munka nagy nyomású vizes takarítás formájában, de nem csak itt a Dunakapu téren, hanem hogyha folytatjuk a Jedlik utcában, illetve a Széchenyi téren is természetesen a következő hetekben ezek a munkálatok meglesznek. A Baross Gábor út esetében is lesz takarítási munka, ott a tavaly évben végeztünk el a 97-es felújítása után egy nagyszabási munkálatokat, aminek köszönhetően csak nem 100 000 rágógumi lett eltávolítva, és a burkolat is jelentősen tisztább lett. Ott fenntartási szinten lesznek takarítások, hiszen még továbbra is jó állapotban van a burkolat. 10 emberrel és 3 géppel dolgozik a szolgáltató, előbb a Dunakapu teret teszik rendbe, aztán jön a Széchenyi tér, a Jedlik utca és a Baross út. Látványos takarítás zajlik a belvárosban, de közben a többi városrészről sem feledkezik meg a Győrszól. Nagyon sok esetben olyan felújítási munkátokról van szó, amikor például a patka melletti területek kitisztítása történik meg. Nagyon sok helyen, sok-sok éven át összegyűlt a patka mellett olyan szintű szemét, ami már olyan állapotban van, hogy takarító seprőgépekkel sem eltávolítható, hanem egyszerűen olyan fizikai munkával, kemény munka ellen lehet csak kitisztítani ezeket a részeket, amit nagyon fontos tud lenni. Sokan ugye ezeket eddig észre se vették, elindítottunk többek között a Nádváros területén is nagyon sok helyen. Ezek is fontos munkák, hiszen sok éven át nem történtek meg. Speciális forgókefés takarítógépeket és magas nyomású vízsugarat is bevetnek a munkások, a nehezen elérhető helyeken pedig kézi erővel takarítanak a következő hetekben. A takarításnál csak olyan vegyszereket használnak, amelyek kímélik a környezetet és a térkövet sem károsítják.